Javio se morio, s obzirom da ste danas sigurno bili puno zauzeti i umorni, par minuta pre nego što krenemo, da se okrepite, da probate nešto što je naša školska pekara radila. Zadatak srednjih stručnih škola je da obezbedi svojim učenicima praktično znanje i veštine koje će im omogućiti da se po završetku škole uspešno uključuju u svet rada ili da nastave svoje dalje školovanje. Nabavkom električnog duplikatora Hemijsko-tehnološka škola je upravo to obezbedila svojim učenicima. Oni mogu po završetku škole da biraju kojim putem će da nastave svoju karijeru, da li žele da se zaposle, da li žele da nastave školovanje ili žele da pokrenu neki svoj sopstveni biznis. Na obrazovnim profilima tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju, tehničar za kozmetičku tehnologiju, naši učenici savladavaju sve moderne tehnološke procese i stiču sva potrebna znanja i veštine koje će im upravo omogućiti to. Mislim da je ovo lep primer, još što mi je direktor ispričao da su se faktički ovde profesori i sama škola angažovali oko toga da se prijave na konkurs i da pred konkurs obezbede sredstva za kupovinu ove mašine. Lep je primer da se škola sama postala oko toga da obezbedi određene sredstva sebi sa kojim bi poboljšao kvalitet obrazovanja s druge strane i na neki način i svoju tehnološku visinu što se tiče obrazovnog profila za koje obrazuju svoje učenike. Ne treba uvek čekati par iz budžeta, ne treba uvek čekati na gotovo, nego treba konkurisati, treba da se snalaze škole i ovo je lep primer da se škola sama snašla i na neki način to uradila. S druge strane, ono što je gospodin direktor rekao, mnogo posla ima za one đake i za one naše sugrađane koje prvenstveno su obrazovani u ovim profilima. Tržište danas traži određene profile i tamo imamo manjka, nemamo dovoljan broj zaposlenih, u određenim oblastima imamo višak. Interesantno je to i bilo bi dobro da u buduće zaista se postaramo svi kao zajednica da prvenstveno usmeravamo naše mlade ljude prema tim profilima gde mogu da se zaposle i gde mogu da nađu posao i svoju egzistenciju, a oni profili koji su u ovoj školi su zaista ti profili preko kojih se može relativno lako zaposliti i ostvarivati sasvim solidna zarada. Ono što je gospodin direktor isto rekao, njihova pekara ovde veoma lepo funkcioniše, veoma lepo radi, opskrbljuje svoje đake, može čak od toga i više, a s druge strane ovde zaista đaci iz prve ruke praktično nastave nauče taj zanat. Zanati su u ovom vreme veoma vredna stvar i mislim da bi bilo dobro da mnogo više mladih ljudi razmišlja u tom pravcu, da nauči dobro jedan zanat, da nauči dobro više zanata, u životu će se mnogo bolje i lakše snaći u tom smislu nego recimo neki menadžerski poslovi ili drugi poslovi preko kojih je veoma teško da se dođe do poslova, a to je nemoguće. I mislim da bi na neki način naša obaveza kao zajednice i lokalne samouprave bila da u buduće usmeravamo prema tim profilima naše sugrađane, naše mlade sugrađane, znači naše mlade učenike. S druge strane, drago mi je da će na ovaj način škola proizvoditi tešni sapun. Dogovorili smo se sa gospodinom direktorom da ćemo mi iz gradske kuće da isprobamo ovaj tešni sapun i možda ćemo mi biti kupci ove škole za budući period, zašto bismo plaćali to na tržištu kad imamo školu koja to proizvodi i možemo se to da rukaj da nalazimo, verovatno i jeftinije nego na tržištu ovaj proizvod. Tako da i u tom pravcu treba da razmišljamo kao zajednica da sredstva koje su tu, da i ostanu tu ta sredstva i da pomažemo na taj način naše ustanove. Ovo je dosta tu realno, on tako da prezimpi škola, 50. prezimpi škola, 50. prezimpi škola, juj, Gepa Bibliju, ti leta vole je obeđio, Gepa Lama je od jakog moja, ona je jako ta unikogno, tudni, iš vole je vrata jak tudni, nekada je tudni tano oni konkretan o sokmat. Ezeđ, u jedan Gepa moj koji je sokmat, ali to je se gleda termel, še neko pigvinje ben, od iškola na kozišao pozitiv resa, neko da bi se ešemi nek hođe od iškola pajazot, to to manji bezekrat, jer nemo osvart, to je od informatik učivati, še više učitukra bezekrat, nemo pajazot, od tonarov, ališ partik, ostav,
hívást és azt a lehetőséget, hogy ők próbálják megoldani ennek a kérdésnek a problémáját, és valójában az iskola megkapta a pénzeket, megvásárolta, és most valójában elkezdik a kihasználását és tartását ennek a gépnek. Ez abban a szempontból is fontos, hogy a diákok meg fogják tanulni a szakmát, tehát konkrétan meg fogják tanulni a szakmát, másodban pedig az is, hogy ezáltal az iskola bizonyos pénzeszközöket fog magának biztosítani, hiszen az itt megtermelt vagyunk a szappant, azt részben az iskolában, részben pedig a piacon fogják értékesíteni. Azt is el szeretném mondani, hogy az igazgató is elmondta, hogy azok a diákok, akik ebből az iskolából mennek ki, az iskolák diákok válogathatnak azon, hogy munkahelyet, tehát munkába szeretnének járni, vagy tovább szeretnének tanulni, és magánvállalkozásba szeretnének kezdeni, hiszen általában azok a szakmák, amelyek itt vannak elsajátítva, ezek a szakmák iránt keresett a munkaerő, és ebből a szempontból is ez egy óriási kihívás az ő számunkra is, a mi számunkra is, az önkormányzat számára, hogy ezen túl is elsősorban olyan az iskolákban olyan szakmákat és olyan szakmák legyenek, szakoktatás legyen, ahol igazából szakmákat tudnak a gyerekek elsajátítani, hiszen erre van nagy-nagy kereslet, és egyre kevésbé menjünk olyan tanulmányi irányok irányában, ahol nincsen kereslet a piacon az elvégzett vagy főiskola, vagy egyetemi végzettség után, vagy diplomák után, mert egyszerűen telített. Szabadkán is az elkövetkező időszakban azt gondolom, hogy két olyan irányba kell mozogni az iskoláknak, amely igazából kiemelt lesz. Itt a gépipari szakmáról van szó, ahol a technikai szakközépiskolának a szerepe lesz nagyon kiemelt, a másik pedig az élelmiszerfeldolgozóipar, ahol pedig ennek a vegyészeti technológiai középiskolának lesz a szerepe kiemelt, hiszen ha lássuk, hogy a beruházók is, akik jönnek, illetve ott, ahol van termelés, elsősorban ebben a két iparágban van komolyabb előlépés a termelés irányába, vagy termelés bővülés irányába, és itt is vannak a feltételek Szabadkának arra, hogy igazából gazdaságilag erősítse a saját közösségét.